Édesburgonya és édesburgonya chips lesz köretnek a hamburgerhez. A legkülönfélébb vadhúsból készült ételek illata töltötte meg szombaton a Soponyai Ökocentrum területét. Egerszalonki vadpörkölt, zalai dödöllével lesz a menü. Összesen 50 csapat döntött úgy, hogy a mesterszakácsokból álló zsűri előtt megméretteti magát. Ősz. De lehet, mi a titka ennek a pörkölnek? Azt az megmondanak, nem ijednék jövőre. Ma jövőre nem engednek. És van nokedli hozzá háromféle. Igen, a klasszikus pörköltek mellett például hamburger vagy leves tokány és vadas is készült. Ahogy azt a Vadex vezérigazgatója mondja, a fesztiválnak pont ez a lényege, a vadhús, mint konyhai alapanyag népszerűsítése. Majoros Gábor köszöntőjében kiemelte, a természetben élő állatok húsa nem tartalmaz semmiféle adalékanyagot, sem antibiotikumot, tele van viszont fehérjével és fogyasztása rendkívül egészséges. Vadhús egyre népszerűbbé válik a fogyasztók körében, hiszen nem csak ízletes és változatos alapanyag, hanem egy egészséges választás is. Magas a fehérje tartalma, alacsony a zsírtartalma, tele van olyan eszenciális vitaminokkal és ásványi anyagokkal, mint a vas, cink, B-vitaminok, és emellett nem utolsó sorban a vadhús egy természetes környezetben élő állatoknak a köszönhető. A Fehérvár megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, a vadászat a nemzeti kultúra része, melyet őrizni kell és továbbadni. Molnár Krisztián hozzátette, a vadászat a természetvédelem egyik legfontosabb eleme. Vadászati, halászati, vadgasztronómiai kultúra az a nemzeti kultúránk része, és büszkék lehetünk rá itt Fehérvár megyében, hogy az az ezer éves tapasztalás, tudás, ami a vadászati hagyományok, a vadgasztronómia, a vadászati kultúra terén összegyűjtésre, megőrzésre és bemutatásra kerül, az bizony a nemzeti kultúránk része, amelyet közös kötelezettségünk és kötelességünk, hogy a gyermekeinknek továbbadjuk. Az Agrárminisztérium államtitkára hangsúlyozta, a vadhús fogyasztására az egészség szempontjából természetes szüksége van az emberi szervezetnek. Államtitkárként meg úgy érzem, hogy felelősségem az is, hogy a vadhús fogyasztást azt egyre népszerűbbé tegyük, úgyhogy minden olyan lehetőséget megragadunk, ahol erre lehetőség van. Ez a rendezvény talán a legnagyobb gasztronómiai fesztivál, és ezt pontosan tudjuk, hogy a férfi emberekhez elsősorban a hasukon vezet az út, de hiszem, hogy a hölgyek is szívesen kóstolják meg, és jól érzik magukat itt ezen a rendezvényen, hiszen nem csak enni, hanem zenét hallgatni, vásárolni is lehet. A főzőversenyen kívül színpadi programok is várták a látogatókat, de szerveztek például vásárt, trófea kiállítást, vagy gyermekjátszó, valamint kézműves foglalkozások is.